Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Színházi előadással köszöntötték a Szépkorúakat Szekszárdon. Görögországi tanulmányútról tért haza a gimnazista lány. 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás. Afrikai sorsokról mesélt a missziós orvos. Népszerűek a szakképzőiskolák. Szekszárdváros önkormányzata ingyenes műsort szervezett a megye székhelyen élő 65 év feletti szépkorúaknak az Idősek Világnapja alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Peller Anna és a Medinai Tambura Zenekar műsorát tekintették meg az érdeklődők. Én örülök, minden évben járok, úgyhogy mindig itt vagyok. Szekszárdon hosszú évek óta hagyomány, hogy októberben rendezvénnyel köszöntik a szépkorúakat. Ezúttal is szép számmal érkeztek az idősek a Babits Mihály Kulturális Központba. A programon Gyurkovics János alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Sokan talán itt voltak tavasszal is, amikor végre a járvány engedte, és Mága Zoltán nagy sikerű produkciójával pótolhattuk a 2021-ben kényszerűen elhalasztott találkozásunkat. Az egyik baj lassan múlóban, a koronavírus már nem zár el minket egymástól. Az oltásoknak köszönhetően magabiztosabbak lehetünk, bátrabban találkozhatunk, de a veszély még nem múlt el teljesen, ezért kérem, figyeljenek egymásra továbbra is, és legfőbbképp vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy ezzel a legnagyobb gondot, problémát kibeszéltük, de alig, hogy szűnik az egyik, mindjárt megkaptuk nyakunkba a másikat. Az orosz-ukrán háború és annak hatásai kérlelhetetlenül elértek hozzánk is, régen látott áremelkedések, elmúlt korok emlékeit ébresztetik sokakban. Az energiahordozók árai szinte ezekbe vannak, otthon a mindennapok szintén védve vagyunk. A kormány döntése nyomán az átlagfogyasztásig senkit nem érint az energiaköltségek növekedése, de holtba mi is járunk, ott pedig már szembe jön a valóság, és bizony mélyebbre kell nyúlni a pénztárcában, amit a visszamenőleg is járó nyugdíjemelés ellensúlyozhat valamelyest. Az önkormányzat ugyanezen okokból is egyre nehezebb feladatokkal kell megküzdenie. Ilyenkor legegyszerűbbnek tűnne megvárni önként vállalt feladataintól, de nem ezt tesszük. Megtartjuk, sőt bővítjük a 62 éven felülieknek járó karácsonyi csomagprogramunkat, aminek egységárát megdupláztuk. Az alpolgármester hozzátette, hogy ezek mellett a szociális tűzifa programot is megtartják, ami szintén nagy erőfeszítés a megyei jogú városnak. És nem vagyunk hajlandók lemondani arról, ami minden közösség alapja kell, hogy legyen, az idős tagjaink megbecsüléséről. Ennek bizonyítéka, hogy ma itt vagyunk, együtt vagyunk, és köszönetet mondunk Önöknek. Az a társadalom, amelyik nem becsüli meg méltóképpen szépkorú tagjait, pusztulásra ítéltetett, mert eltékozolja azt a bölcsességkincset, amelyet években és élettapasztalatban gazdagabb tagjai ajándékként nyújthatnának felé. Az a társadalom, amely a legbölcsebb korosztályok tudására épít, saját, s majd unokáinak, dédunokáinak jövőjét alapozza. Így kívánunk tenni mi magunk is. Külön köszönjük a város időseket tömörítő civil szervezeteinek, hogy segítségükkel hozzájárultak a mai nap sikeréhez. A rendezvény folytatásában Peller Anna előadó és a Medinai Tambura Zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Társaságban találkozunk, osztálytársakkal, ha más nem, itten találkozunk, és nagyon jó ez a program, hogy a város ezt elindította 6 éve. Úgyhogy ez le a kalappal, minden alkalommal. Van, amikor volt, hogy pogácsát kellett osztani, tehát
önkéntes is voltam, itt voltam majdnem egész nap, úgyhogy most így jöttem, hogy, de már látom, hogy már átadták a műfháznak, tehát már nem kell itten pogácsát osztani, üdítőt osztani, figyelni, melyik asztaltú fogyott el, hogyan volt, mint volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy legalább program is van, kimozdulunk, és azért jót teszünk a városoknak is, a lakóknak. Az eseményen minden 65. életévét betöltött szekszárdi polgár ingyenesen vehetett részt. Az a kicsi Mariko, ma is olyan ragyogó, görögországi tanulmányi útjáról tért haza Godó Gabriella, aki a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának a keretein belül jutott el az országba. A külföldön szerzett élményeiről beszél most következő riportunkban. Ezeket a képeket Godó Gabriella készítette, aki a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjában vesz részt, és aki egy tanulmányi út során jutott el Görögországba. Az MCC-nek nagyon sokfajta továbbképzési lehetősége van a fiatalok számára, és ennek az egyik módja az úgynevezett szakmai kirándulások szervezése, országon belül vagy akár országon kívül is. Az ezekben való részvételre minden esetben pályázni kell, ahogy tette ezt Gabi is. E-mailben kaptunk róla először is értesítést, és én már akkor bezsongtam teljesen tőle, hogy filozófia, pszichológia, társadalom, tudományok, ez így egyben lesz az egész mitológiáról, és egyébként nagyon szeretem a görög mitológiát is. Úgyhogy írnom kellett egy önéletrajzot, egy motivációs levelet, és így ezek összességével felmérték, hogy körülbelül így milyen embereket szeretnének ebbe a csoportba beválogatni, és fel kellett mennem utána egy két napra Pestre, ahol kicsit így tesztelték ezt a szociális készségünket, akkor az angol tudásunkat természetesen, mert az szükséges volt mégiscsak, és utána pedig összeválogatták azt a 24 diákot, akivel úgy gondolták, hogy indulhat a görögországi út. Hát leginkább az volt benne az érdekes, hogy Athénban szálltunk meg, és nagyon-nagyon sok aspektusát láttuk egyébként Athénnak is, majd Delfojba és Mükénébe és Epiteuroszba mentünk. Leginkább, ugye ez egy tanulmányi kirándulás volt, úgyhogy leginkább a saját előadásainkat, a saját tudásunkat tudtuk úgy gyarapítani. Múzeumra járkáltunk, mindenről megpróbáltunk mindent megkérdezni, folyamatosan kíváncsiskodtunk minden dologról, úgyhogy nagyon-nagyon szívtuk magunkba azt a tudást, amit ott kaptunk. Társadalomról is, a filozófiáról is, a múzeumokban lévő értékekről is, alapvetően a társadalmi értékekről is. Úgyhogy mindent így magunkba szippantottunk ez alatt az egy hét alatt. Annyira sok mindent tár elénk egyszerre ez a kirándulás, hogy szinte már olyan volt, mintha futnánk egyikről a másikra, pedig csak fel kell dolgoznunk, hogy úristen, ez is megtörtént, és ez is megtörtént. Itt is voltam, erről tanultam, a történelem könyvemben láttam egy képen, és most itt van előttem, és ez csodálatos volt. Bartusz Dobosi László, az MCC irodalomért és kultúráért felelős vezető oktatója elmondta, hogy komoly feltételei vannak annak, hogy valaki részt vehessen a szakmai kirándulásokon. Minden ilyen tanulmányútnak van egy tematikája, tehát ezek nem ilyen tengerpartozós, nyaralós, shoppingolós utak, hanem ezek szakmai kirándulások. Ez most az ókori demokráciát igyekszik összehasonlítani a mai modern demokráciával. Van benne egy kis mitológia, egy kis retorika, egyfajta ilyen vitaakadémiás jellegű tanulmányokat is folytatnak a gyerekek, tehát ezekből kellett készülniük és beadni a pályázatukat. Országos, sőt azt mondhatom Kárpát-medencei szinten minden MCC-s diák megkapta ennek a lehetőségét. Ebből nagyságrendileg azt mondhatom, hogy 100-105 pályázat érkezett be, és ebből választottunk ki 2x12 diákot, akik részt vehettek, de volt még egy kétnapos szakmai előkészítő is a gyerekeknek, ahol előadásokat hallgattak meg, és az egésznek a zárásaképpen két tesztet kellett megírniuk az ott hallottakból, és ez is szempont volt a kiválasztásnál. Szóval, hogy egy egész hosszú folyamaton keresztül jutnak el a gyerekek, azt mondhatom, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak, ahogy innen Szekszárdról a Gabi is részese lehet ennek a szerintem nagyon hasznos és élménydús programnak,
Tehát azok a gyerekek, akik ott vannak, azok megérdemlik, hogy ott legyenek, tényleg, tehát sokat küzdöttek érte minden szempontból. A diákoknak a tanulmányi út után egy szakmai beszámolót kell elkészíteniük, amit egy megadott határidőre formai szabályok szerint le kell adniuk az MCC-nek. Ezek közül a legjobbak felkerülnek majd a kollégium honlapjára, illetve az út után előadásokat is tarthatnak az iskolájukban a külföldön szerzett élményeikről, hogy mindazt, amit elsajátítottak a tanulmányi út során, megosszák diáktársaikkal. Van éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás, a jubileumról egy szakmai nap keretében emlékeztek meg. Az ünnepségen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője Simon Attila István is részt vett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az országban 21 ezer állami gondozásban lévő gyermek sorsa múlik azokon, akik ezt a hivatást választották. Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében egy rendezvény keretében ünnepelték meg, hogy 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás. A programon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője Simon Attila István is részt vett, aki elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 21 ezer állami gondozásban lévő gyermek van. 1901-ig kell visszamennünk, az 1901-es 8-as törvénycikk rendelkezett először arról, hogy az államnak milyen feladatai vannak az árván maradt gyermekeknek az ellátásában, tehát 121 éve immár, hogy ez törvényi szinten szabályozva van, hosszú ez a 121 év, rengeteg dolog történt. Mondhatjuk azt, hogy akkor elvetették a magot, és az a mag az ma már sok-sok terebélyes fa formájában, például itt Tolna megyében is, egy nagyon kiépült intézményhálózat formájában adja azt a szolgáltatást, amit 21 ezer állami gondoskodásban lévő gyermeknek nyújtunk. A legnagyobb kihívás természetesen az, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek egy törést már szenvedett az életük, minimum egyet, hiszen kiemelték őket a családjukból, ezt talán el se tudjuk képzelni olyanok, akik boldog családban nőttünk fel, ezt megpróbáljuk felettetni velük, és megpróbáljuk pótolni azt a szeretetet, azt az odafigyelést, amit valamilyen oknál fogva nem kaptak meg a vérszerinti családjukban. Ezért hoztuk létre, ezért erősítettük meg a nevelőszülői hálózatot. Szerencsére ma már elmondhatjuk, hogy az állami gondoskodásban lévő gyermekek kétharmada nevelőszülőnél nevelkedik. De van, mindig is lesznek valószínűleg olyan gyermekek, akik nem találnak nevelőszülőre, nekik azonban az intézményi elhelyezést kell megoldanunk, és ennek az intézményi elhelyezésnek is a lehetőségekhez képest leginkább hasonlítaniuk kell egy családi légkörhöz. Ezek most jelen pillanatban a lakásotthonok, ahol 8-10-12 gyermek él, egy családi ház méretű házban, 1-2, max. 3 ágyas szobákban, tehát próbáljuk mind a környezetet, mind pedig nyilvánvalóan az odafigyelést, a szeretetet illetően is reprodukálni azt, amit egy család tud nyújtani egy gyermeknek. Az állam legfőbb feladata nyilván a szabályozás, és az, hogy ezt a rendszert működtesse. De ez nem azt jelenti, hogy az állam tartja fenn feltétlenül ezeket a lakásotthonokat, ezeket a gyermekotthonokat, vagy például a nevelőszülői hálózatot. Ez utóbbiról például el tudom mondani, hogy július 1-ével az összes nevelőszülői hálózat az valamilyen egyházi fenntartásba került. Az állam ma befogadó otthonokat, lakásotthonokat, gyermekotthonokat, utógondozói ellátást biztosít, mint fenntartó, és természetesen a finanszírozását, a szabályozását azonban az összes többi ellátásnak is meg kell, hogy teremtsük, hiszen alaptörvényi kötelezettség, hogy az állami gondozásba kerülő gyermekeknek az ellátását az államnak kell valamilyen módon biztosítania. Ez egy hivatás. Itt, aki nem érzi azt a mérhetetlen alázatot, odaadást, szeretetet, türelmet, ami kell ahhoz,
hogy ezt a legmaximálisabban át tudja adni ezeknek a gyerekeknek, az ne válassza ezt a pályát. Tehát ide olyan gyerekek kerülnek, akik sokszor többféle típusú problémával küzdenek, és ezekhez a problémákhoz biztos, hogy egy nagyon komoly elhivatottság és nagyon komoly akaraterő kell, hogy ezt az ember tényleg szívvel és lélekkel tudja csinálni. Látjuk azt, hogy fiatal pályakezdők érkeznek, nagy lelkesedéssel vetik bele magukat ebbe a munkába, ebbe a hivatásba, ebbe a misszióba, és nem nekik felróható módon, de egy idő után felemészti őket. Akkor talán jobb, hogyha az ember ilyenkor pályát vált, mert azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a gyerekek nem tehetnek arról, hogy állami gondoskodásba kerülnek. És ha nem tudjuk nekik ezt a fajta szolgáltatást nyújtani, a teljes odafigyelést, akkor annak valószínűleg végső soron a gyermek fogja meginni a levét, tehát ideig nem szabad eljutni. Ha valaki úgy érzi, hogy már nem képes erre a maximális odafigyelésre, akkor tényleg azt gondolom, hogy jobb, hogyha inkább más hivatást keres magának. A jövőbeni célok között szerepel, hogy minél gyermekközpontúbb legyen a szolgáltatás, amit a rendszer nyújt. Tényleg minden elemében a gyermek legyen a központban. Jó volna, hogyha ezek a most ugye 48 főben van maximálva a gyermekotthoni létszám. Értelemszerűen azt szeretnénk, hogyha ezek a gyermekotthonok is eltűnnének, és 12 főnél nagyobb létszámú egységeink nem lennének, ugye ezt hívjuk most lakásotthonnak. A legjobb természetesen az lenne, ha minden gyermek családban tudna felnőni, még ha nem is a vér szerinti családjában. Tehát az irány az egyértelműen ez. És annyira érdekes, hiszen az általam is idézett 1901-es törvény már akkor azt mondta, hogy amikor az állam belép egy ilyen gyermek ellátásába, akkor ideglenesen persze elhelyezi, magyarán fedélt ad a feje fölé, de azzal párhuzamosan meg kell próbálni vagy az ő vérszerinti családját felkutatni és oda-vissza gondozni, vagy pedig a mai fogalmaink szerint egy nevelőszülői ellátásban részesíteni. A főigazgató hozzátette, hogy bár eltelt 121 év az első gyermekvédelmi törvény meghozatala óta, a cél még mindig ugyanaz, hogy minden gyermek egy szerető családba kerüljön. Afrikai sorsokról mesélt Fodor Réka missziós orvos a Galai János gimnázium meghívására. Arról beszélt, számára a legnagyobb meglepetés az volt, hogy az egyébként rendkívül nehéz körülmények között élő emberek minden problémájuk ellenére boldogan élik az életüket. Fodor Réka 12 éves volt, amikor először olvasott Albert Schweitzerről. Akkor fogalmazódott meg benne, hogy élete hivatása az lesz, missziós orvosként dolgozik majd Afrikában. 30 évnek kellett eltelnie, mire a gondolat megvalósult. Akkor, amikor Réka már régen nem gondolt arra, valaha is a fekete földrészsel bármilyen kapcsolata lehet. Mivel ugye nem tanítják az egyetemen, hogy hogyan kell missziós orvos lenni, először jobb, ha csatlakozol egy másik társasághoz, hogy egyetem mi is ez. Hát itt megtanultam azt is, hogy hogyan kell csinálni, hogy nem, de legalább volt egy kép. És utána Ugandából hazajöttünk, akkor megírtuk a férjemmel az Afrika egy nevű kötetet, azért, hogy ha egy könyvet eladok, akkor az egy maláriás gyereknek a gyógyszere. És ha ezret, akkor ezret. Mert valahogy vissza akartam valahogy térni, de rájöttünk, hogy így 80 év se elég. Rékáék alapítványt hoztak létre, hogy segítséget adhassanak a kintélőknek, majd az ismert professzor Csókai János hívására visszatértek egy nigériai katolikus kórházba. Egy katolikus érsekatya, aki a tulajdonosa a kórháznak végül is, ő a fenntartó. Olyan hit van, olyan szeretet, olyan fantasztikus dolog, hogy a két nép, vagy két egyház, vagy akárhogy is nevezzük, hiszen az ő városok 8 milliós, tehát végül is az ő egyházmegyéjük, meg a mi országunk az nagyjából ugyanaz. Egy testvéri kapcsolat jött létre. Jelenleg ő már 10 idegsebészeti missziót végzett el, én meg 10 belgyógyászati, tehát azért már az 20 orvos misszió, azért az nem kevés, és ez alatt az időszak alatt rengeteg közös tapasztalat van, tehát mi nem csak adunk, hanem mi kapunk is hitet, szeretetet, elképesztő mennyiségű
kapcsolódás van. Két említésre méltó példa, már 4 diáklány van itt, aki a Pécs, illetve Szegedi Egyetemen tanul nővérképzőbe, tehát a Tudományegyetemen, és van 3 katolikus pap, aki orvos, gyógyszerész, meg pszichológus lesz. Ez mind azért fontos, hogy vissza is tudjuk vinni a tudást. Tehát az, hogyha mi csak adunk, és most ne halljon éhen, kap egy ételt, és akkor mi lesz jövő héten, ez is persze fontos, aki épp akkor éhezik, de az igazi megoldás a tudás. És hogyha mi azt a tudást kinti ösztöndíjban, illetve pár olyan magasabb szintű ösztöndíjban, amit itt adunk, megkapnak, akkor talán itt tudunk a legtöbbet segíteni. Arra a kérdésre érte el kultúrsok, odakint egyszer azt válaszolta, kint nem. Most ér, hogy hazajöttem. Ami mindenki lefele néz, mindenki panaszkodik, ez se jó, negatívra fókuszálunk, és ezt könnyű ugye egy ilyen tréningen begyakorolni jó sok forintért, aztán elfelejteni 3 nappal később, de amikor te ezt látod, hogy ők nem buknak le, mert amikor éhezik is mosolyog, meg amikor akár vértanul lesz is mosolyog, akkor rájössz, hogy ez nem egy ilyen amerikai máz, hanem ez egy valódi boldogság, és elkezdtük keresni, hogy mi van mögötte. És valószínűleg a hit van mögötte, de egy olyan mérhetetlenül boldogságot, ami utána meg a nigériai környezetbe ért, az még az ugandainál is több, mert ott még hozzájött a Jézus szeretete is, és annak a hite, hogy van megváltás Mennyország, hiszen ők azért, gondolj bele, van, hogy 2 napig nem esznek, van, hogy, hogy mártírok lesznek, hogy muszlim terroristák leölik őket a templomba. Minek örülnek? És ezen én is elgondolkodtam. Tehát a változás bennem talán az, hogy én is így mosolygósabb lettem. Nem lett jobb az életem, bár dehogy nem, mert hogy én úgy döntöttem, ugye, hogy jobb lesz. De hogyha te tényleg azzal kezded, hogy hálás vagy 10 dologra a napot, azt én tőlük tanultam. Jártam személyiségfejlesztő tréningekre sok pénzért, és ott is elmondták, de valahogy nem lett a gyakorlatba. És amikor azt látod, hogy ő nem járt személyiségfejlesztő tréningre, ő így van, akkor az egyébként ragadós. Az én mindig csak azt a 2 szempárt látom, ami szembenéz. Tehát, hogyha én elkezdek gondolkodni, én megőrülök. Tehát, amikor megetetek 500 embert, és tudom, hogy kint van 1000, akit nem engednek be abba az arénába, mert biztonságpolitikai katasztrófa, hiszen tudjuk, hogy csak 500 emberre van kaja. Akkor, hogyha én arra másik 1000-re nézek, volt már ilyen, összeomlasz. Mert tudod, hogy akkor látod azt a spirituálisan azt a 200 milliót, meg a ki tudja hány milliárdot, és akkor azt mondom, hogy semmi értelme. Tehát az én munkámnak egyébként semmi értelme. De ha úgy nézed, hogyha mindenki azt csinál, amit én, most nem kell afrikai missziósban lenni, hanem hogyha mindenki a hivatását éli, és mindenki, amit adott a Jóisten megosztja, akkor szerintem ez lenne a megoldás. De én nekem nincs más feladatom, mint példát mutatni. Ha mindenki a hivatását élni, amit a Jóisten adott neki, abban biztos van valamilyen szinten megosztása a másiknak, akár a tudásának, akár a szeretetének, akár hogy egy jó anya legyen és fölneveljen ő gyereket, az egy hivatás. És ha azt ő boldogan teszi, akkor meg lenne változtatni szerintem a világot. Mindazok a tanulók, akik a 2022-2023-as tanévben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat, hamarosan döntést kell hozniuk arról, hogy melyik iskolában folytatják tovább diák éveiket. A Tolna megyei szakképzési centrum intézményei széles palettát kínálnak tovább tanulási lehetőségekből a fiatalok számára. Közeledik az idő, hogy a most 8. osztályba járó fiatalok eldöntsék, milyen irányba szeretnék folytatni a középiskolai tanulmányaikat. Az év végéig, de legkésőbb februárig nyilatkozniuk kell, addig pedig alaposan körül kell nézniük, hogy a számos oktatási intézmény közül melyikre tegyék a voksukat. A Tolna megyei szakképzési centrum iskolái széles választékot kínálnak a diákok számára a továbbtanulásra. Mi sok mindenben tudunk segíteni. Segíteni tudunk abban, hogy megmutatjuk nekik a képzési palettánkat. Segíteni tudunk nekik abban, hogy hogyan zajlik a felvételi eljárás, illetve a jelentkezésnek mi a rendje. És hát tudunk válaszolni a kérdéseikre sok mindenben.
A Tolnamegyei Szakképzési Centrum a megye 6 városában, 8 iskolában működik. Szekszárdon 3 technikumunk van, az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi Technikum. Bonyhádon a Percel Technikum, ha északra megyek, akkor az első István szakképzőiskolánk Pakson, illetve Dunaföldváron a Magyar László szakképzőiskolánk. Tamásiban a Vályi szakképzőiskolában tudunk felvételi lehetőséget, továbbtanulási lehetőséget kínálni a jelentkezőknek, illetve Dombóváron az Apáczai Technikumot tudom ajánlani az általános iskolás 8-osoknak. Számos szakma közül választhatnak a diákok. Nagyon széles a kínált palettánk, 16 ágazatunk és több mint 40 szakmánk szerepel a palettán. Ebből tudnak a jelentkezők válogatni a szépészettől, a gépészeten, a gazdálkodási ágazatoktól kezdődően az autós szakmákig nagyon-nagyon széles a paletta. Hogyha tájékozódni szeretnének a szülők, illetve a tanulóink, akkor a Tolnamegyei Szakképzési Centrum, illetve iskoláinak honlapját tudom ajánlani. Nem csak a képzési palettát tudják itt megtekinteni, hanem nagyon részletes információt találhatnak meg arról, hogy mennyiben vonzó lehetőséget kínál a szakképzés ma a jelentkezőknek, mit jelent ma ösztöndíjat kapni, mit jelent, hogy szakképzési munkabért kaphat a duális partnernél a tanulónk, illetve mit jelent a pályakezdési támogatás. Egyáltalán mitől vonzó a szakképzés. Jelentkezőknek mondom jó hír, hogy jellemzően nincs felvételi eljárás az iskoláinkban. Az általános iskolás eredményeik alapján rangsorolunk, és a jelentkezési lapjukat legkésőbb jövő februárig kell elküldjék az általános iskolák az oktatási hivatalnak. Amíg ezután változtatni szeretnének, akkor is van lehetőség, hiszen akkor még lehet a sorrenden módosítani. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom a centrum iskoláit a jelentkezőknek. Azok a tanulók pedig, akik testközelből szeretnék megismerni a számukra szimpatikus iskolát, nekik a hamarosan induló nyílt napok keretein belül lesz erre lehetőségük. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!